Na, köszöntjük itt a stúdióban. Kezdjen vagy kezdjen, ezt mindig feltesszük egymásnak, ugye a műsorvezetők ezt a kérdést, amikor Mádásban vagyunk, Borsos Miklós, egy rendező, egy szervező, aki a Film Farm elnevezésű rövid film fesztiválnak az ötletadója, kitalálója és szervezője. És nem is akármilyen rendező, igen, mert rövid film rendező, és az a missziója, hogy a rövid film. Mi a rövid film? Először is fontos, hogy nem fesztivál, mert ezt próbálják mindig külön tartani, mert fesztiválok vannak egyébként, ahol lehet látni ezeket a filmeket. Ha nem? Akkor csak a saját filmjeidet mutatod be. Nem. Hát megint csak van benne önös érdek, igen, de nem csak ez. Nem, alapvetően ez egy teljesen rendhagyó műfaj ebben a pillanatban, mert nem nagyon volt még ilyen, hogy rövid film. Akkor hogy hívjuk a nem fesztivál? Rövid film válogatás, ami moziba kerül. Eszemből még fesztivál héten, egy év múlva 2018-ban így fogunk itt beszélgetni. Amíg itt leszünk. Így van, és ha így hasít a rövid film, ahogyan például a Deák Kristóf filmje is most a nemzetközi porondon. Igen. Szerintem egyre inkább kezd a rövid film így előhozakodni. Eddig is volt, ugye nagyon-nagyon sok készült évről évre, csak valamiért ez ilyen szakmai dolog volt, hogy fesztiválon a szakma megnézte, örült egymásnak, és aztán megállt az élet. Hálátlan műfaj valamiért egy kicsit, igen. És jogos volt a Robi kérdés, hogy mi a rövid film, meddig rövid egy film? Te Kriszti, nekem minden kérdésem jogos. Ezzel gondolkodtam, hogy van-e szakmai megkötés, én úgy tudom, hogy nagyjából egy óra az már, egy óra alatti műfaj az már mindenképpen rövid film, de mondjuk azt, hogy ilyen 30 perc alattiak szoktak lenni leggyakrabban a rövid filmek. Van, ami hosszabb, tehát van 40 perces is, de általában a fesztiválok szeretik, hogyha 30 alatt van, ezért ez megköti az alkotókat is többnyire. Ez egyébként azért is nehéz műfaj, mert hogyha abból indulunk ki, hogy nagy rendezők mennyit szenvednek a vágóasztal mellett a stábjukkal, hogy még ezt is ki kéne vágni, hogy ne legyen két és fél órás a mozi, meg mit tudom én, nem? És akkor vannak a rövidfilmesek tényleg, akik azt mondják, hogy 12 percben megmutatnak mindent. Igen. Erre egyébként rá lehet úgy, nem, ez most hülye kérdés lett volna, bár minden kérdésem jogos, mondjuk, hogy az előbb ezt mondtam, de erre rá lehet készülni, nem így szellemileg, lelkileg, fizikailag, hogy az ember tudja azt, hogy egy sztorit 12 percben szeretne elmesélni. Van, akinek nem sikerül, mert van, aki túllövi, vagy pedig túlságosan kevés, vagy sok az. Jó, de ez nem úgy van a filmkészítőjének a fejében, hogy ebben most ennyi van. Sokszor mondjuk, hogy egy beszélgetésben, gyerekek, nincs több 5 percnél. Nem fogod elhinni, de Kristóffal, amikor beszélgettem, és mindenki arról fogadta, hogy még szerette volna a karaktereket kibontva látni, még ezt, vagy azt megkérdezett volna, azt mondta, hogy ebben ennyi volt. Nem ennyit akart mondani. Na, de azt mondom, hogy ez jó. Jó esetben mondjuk tudja az ember, hogy körülbelül legalábbis rövid film vagy nagy film, mert az nagy különbség, de az, hogy pontosan hány perc, az nem az menet közben. Meséljünk akkor most, vagy mesélj nekünk Miklós egy kicsit arról, hogy hány filmet fogtok bemutatni. Miért azokat, milyen típusú filmekről van szó, és rajtad kívül még kik készítettek filmeket. Jó, tehát 9 darab filmről van szó itt a válogatásban. Hogy miért 9, az gyakorlatilag úgy jött össze, hogy nagyjából egy ilyen másfél-két órát szerettem volna én összeválogatni, tehát nagy filmekkel próbálunk mi ugye konkurálni a mozikban, és így jöttek össze azok, amiket találtam, és hogy hogyan válogattam őket, az leginkább az egésznek a célja is volt, hogy szórakoztatni szeretnék. Tehát, hogy nagyon sok rövid film készül évről évre, és egy részük az, azt mondom, hogy művészi produktum inkább. Akkor ezek vidám filmek mind, mert az előbb az úszodástól egy picit összeszorult a gyomrom, olyan abúzus hangulatú. Mondjuk úgy, hogy azokat a műfajokat válogattam össze nagyjából, ami moziban is megtalálható. Van drámai, van vidámabb, de pont ez a jó benne, hogy vegyes. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen bombonszerűen van benne minden, és akkor így az ember soha nem tudja, hogy mi a következő, ha csak nem ismeri nagyon a filmeket, amik szerepelnek benne. Jó, mit kell róla tudnunk? Ki vagy te? Én filmkészítőnek szoktam magamat mondani. De ezt tanultad? Ennek, tanulgattam, nincs hivatalos papírom róla, tehát én ilyen outsiderként próbálok betörni még mindig igazán a film részére. És a rövid film az általában megélhetés melletti műfaj volt, tehát az ember valamiért filmesként nagyon gyakran csinálja azt, hogy készít mindenféle megélhetési filmeket, tehát mondjuk reklámfilm, és aztán mellette pedig elköti azt a pénzt, amit megkeres a munkájával. Önbevallottan megélhetési filmes. De ez nem olyan nagy dolog szerintem, ezt sokan vállalják. Természetesen, és nincs is ezzel semmi. Viszont jó egyébként ez orgánumot, pont beled beszél. Meg vagyok fázva. Mondhatnám azt, hogy de gyógyulj meg, maradjon, ne legyünk ennyire kellemetlenkedőek. Persze akkor jobbulást kívánunk. Mire vagy egy legbüszkébb, mert valószínűleg azért mégiscsak egy termékeny rendezővel beszélgetünk?
az ember ugye nehezen válogat a saját gyermekei közül. Én nekem volt 2006-ban, ha jól emlékszem, egy Vége című rövidfilm, ami egy nem is annyira fesztivál kedvenc volt, mint inkább közönség kedvenc, és bár csináltam sok mindent azóta, az valamiért egy ilyen ideális összeállás volt annak, hogy jó történet, jó stáb és egyebek, de sok mindenre vagyok büszke. És nem csak Pesten lesz, hanem járjátok az országot ezzel a... Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert hogy én azt gondolom, hogy Budapest azért el van látva kultúrából sok szempontból. Elbizony. Mozikkal szintén nagyon-nagyon. Rövid filmeket is igazából, hogyha valaki figyeli, akkor azért elcsíphet időnként. De vidéken szerintem nagyon-nagyon-nagyon hiány van abból, hogy egy kicsit nagyobb választék legyen mozikból. Úgyhogy én mindenképpen szeretném, hogy, és hát sikerült is, 15 helyszínen vagyunk, azt hiszem, hogy országszerte. Hol kezdtek, mikor, hol látható? Lesz egy darab premier előtti vetítés még Budapesten, ez az Art Mozik éjszakáján, 12-én, és aztán 18-án gyakorlatilag országos szinten elindul a vetítés, azt hiszem, hogy nagyjából egyszerre minden moziban. És hol lesz a start? Budapesten? Igazából 18-án, ha jól tudom, igen, tehát az én premier előtti egy darab vetítés, de nagyjából egyszerre 18-án mindenhol országos szinten. Mert hogy csak így a premier előtti vetítésre jutott eszembe a saját helyem, a Premier Court Café, hogy ott nem lesz vetítés, amit nagyon sajnálom. Még megbeszélhetjük itt. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, gratulálunk. Köszönöm. És egyébként én szeretném egyszer ezt kipróbálni. Ez egy nagyon jó műfaj, ez a rövid filmkészítés. Igen. És nekem az érzésem, hogy nekem ehhez is van érzékem. Akár csak a kérdezéshez, Robi. Ami minden kérdésem jogos, mint tudjuk. Ahogy mondtad. Meg kell próbálni. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.